Köszöntöm a Völtségi Magazin nézőit, Kutni Gábor vagyok, mutatom röviden képekben, mivel készülünk önöknek a mai alkalommal. Szinte az egész falu jól lakott Kakasdon a disznóvágáson. A 2023-as év első testületi ülésén van túl a nagymányoki német önkormányzat. Ünnepélyes keretek között adták át a Teveli tűzoltóházat. A további fejlesztéseken gondolkodnak a Parhanton. 21. alkalommal szervezték meg Kakasdon a hagyományőrző disznóvágást. Az eseményen két sertést dolgoztak fel a helyi népcsoportok tradíciói szerint, amiből szinte az egész község jól lakhatott. A programra egyébként a falu négy testvér településéről is érkeztek delegációk. A település apraja nagyja besegítette a hagyományőrző disznóvágáson Kakasdon. Idén 21. alkalommal rendezték meg a közös disznótort. Mindenkinek megvolt a maga feladata. Sebestyén Gábor a sertések megfelelő feldolgozásáért felelt. Kettő darab sertést vágtunk le, most éppen a csontozás és a darálása folyik. Előkészítjük a kolbászoknak, kétfajta kolbászt fogunk csinálni. Úgynevezett svábos kolbászt, egy krumplis kolbászt, és egy magyar hagyományos recept alapján készült fokhagymás kolbászt. Az mellett lesz még véres hurka, májas hurka, amit szintén az esti vacsoránál fognak föltállalni a hölgyek, és akkor még a fogáshoz fog tartozni egy úgynevezett galuska, a székelyeknek a töltött káposztájuk, és a sváboknak pedig a gombolcuk. A Németház udvarán a helyi népcsoportok, székelyek, svábok és felvidékiek szokásai szerint történt a húsfeldolgozás és a töltelékek készítése. A svábos disznó megtisztítás az a forrázással történik, tehát akkor a disznónak a szőrét forró vízzel, és utána persze perzselővel távolítják el. A székely disznóvágásnál pedig szalmával igyekszünk ugyanezt elkövetni, tehát inkább beleégetni, kiégetni a szőrtűszőket is belőle. Olyan 120 kg körüliek voltak, és ez minden része föl lesz dolgozva mai nap folyamán. Azonban ahhoz, hogy gördülékenyen menjen a munka, támogatásra van szükség. Verebes Béláné már a kezdetek óta 21 éve végzi a háttérmunkálatokat. A mosogatás, a kávéfőzés, a forradbor, a teja, a reggeli készítésnél a miénk a mosogató része. A fiúkat kiszolgáljuk, vendégeket kiszolgáljuk, ilyesmi. Több lett a vendég, a munka kevesebb, mert többen vagyunk rá. De sokkal több dolgozónk van, régen csak pályán csináltuk ezt végig, sokkal több dolgozónk van, sokkal több a segítség. A repertoárban az ma a disznót le kell vágni, fel kell dolgozni, azok nem változtak. Sok-sok vendég jön külföldről, azok is nem jöttek ennyien régen, most már jönnek, hál' Istennek, és örömmel látjuk őket vendégül. Pásztor Józsefné szintén hosszú évek óta vesz részt a disznóvágáson. Ő a konyhai teendőket vezeti ilyenkor, amelyekben a helyi asszonyok nyújtanak segítőkezet. Először is reggelire csinálunk sült májat, vérpörköltet, tokaszalonnát sütünk meg, és málét reggelire. Ebédre lesz szaurész, amit a német asszonyok fognak segítségemmel megcsinálni, és utána lesz galuska estére, meg a németeknek gombóc, akkor estére lesz sült hurka, sült kolbász, 35 kg a gombóc és 35 kg a galuska, az 70 kg, és akkor a zaureszt megcsináljuk ott egy olyan 15 kg, 14 kg húsból. Az a németeknek egy eledel, amiben van máj, van hús, ilyen tarja, van benne comb, van benne szív, van benne vese, tüdőt szoktak még rakni bele, és akkor egy ilyen tejfőles habarás kap az egész, és akkor hagymás szavtal van fölrakva, és tejfőles habarásra behabarva. Szeretek főzni, ez az álmom, a vágyam. Amúgy is szakácsnő voltam. Nagyon jó. Azért, mert összehozza az embereket, főleg a falusiakat, és most már a fiatalokat is már befogjuk, hogy segítkezzenek. Hát tovább kell adni, mert ugye már kiöregszünk belőle. A program a kakasdi önkormányzat, illetve a helyi német nemzetiségi önkormányzat szervezésében valósult meg. Kezdetek kezdetén először csak székesváb volt, majd pár évvel később már a felvidékiek is csatlakoztak. Volt, hogy kettő, volt, hogy három disznót vágtunk. És hát azóta ugye bővült az esemény, mert testvértelepülések jöttek létre,
akik ezen a jeles eseményen részt vesznek, mindig nagyon várják, örülnek neki, hogy jöhetnek, és így nem csak egymás hagyományait és kultúráját ismerhetik meg, hanem továbbadhatjuk az itt élő fiataloknak, akik így általunk megismerhetik, hogy hogy is volt régebb, majd tovább örökíthetik ezt a hagyományt. A település polgármestere elmondta, hogy bár az elmúlt 2 évben a koronavírus járvány miatt nem tudták megrendezni a programot, szeretnék azt ismét minden esztendőben megtartani. Nagyon nagy népszerűségnek örvend, nagyon várták a kakasdiak, és a kakasd életében ez egy jelentős esemény. A falu apraja nagyja megtalálható itt egész nap, egész napi összefogás a jellemző, hiszen együtt zajlik a disznóvágás, a húsok földolgozása, és természetesen este az elkészült finom ételek elfogyasztása is. A kicsik is itt vannak, idősebbek is, nagyon jó hangulatú rendezvény. Szól egyrészt a hagyományok őrzéséről, ami nagyon fontos. A disznókat székely és sváb hagyományok szerint vágják le, és az esti asztalra pedig felvidéki rizses májas hurka is kerül, és ezzel próbáljuk a gyerekeknek megmutatni a hagyományos ételeket, ízeket, illetve szokásokat. A nemzetiségi disznóvágást este ünnepi műsorral és közös vacsorával mulatsággal zárták Kakasdon. A Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat az idei évben is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minél több olyan lehetőséget ragadjon meg, ahol a nagyközség számára megmutathatják hagyományaikat. A Gülkauf Nagymányoki Német Hagyományőrző Egyesület 25. alkalommal megrendezésre kerülő Búcsú, Bor és Trudel fesztiválja mögé is támogatólag állnak. Az idei év első testületi ülését tartotta meg a Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat, ahol az egyik legfontosabb téma a 2023-as év költségvetése volt. Nyilván igyekszünk mindig a költségvetést úgy megalkotni, hogy azért tudjunk haladni a terveinkkel, amik fontosak. Hát tervezni tervezünk hozzá, és a többi napirendi pont még érinti egy kicsit az együttműködést az iskolával, óvodával, egy kicsit a programokat próbáljuk újra tárgyalni kicsit bővebben. Ugye a tavalyi évben már elővettünk egy kicsit programokat, és próbálunk most egy kicsit belemélyülni. Hát igyekszünk megteremteni a programokat, néha nehéz, egyéb szempontok miatt nem jöhet létre, de most is egy tánctalálkozóban délőtt éppen beszéltem valakivel, hogy talán sikerül, és nyilván a Tájház udvarán természetesen, hát az nekünk a szívügyünk, mint önkormányzat, mi vagyunk a működtetők. Április elején, talán 8-án pontosan van a Tájházak napja. Ide szeretnénk egy kis iskolai, óvodai, táncos programot szervezni a Tájház udvarára, mert természetesen nyitott tájházzal. A következő program aztán ott július környékén a Múzeumok éjszakája lesz. Itt egy kicsit megpróbálunk belemélyülni az éjszakában, mert természetesen benne van a nevében, filmvetítéssel vagy egyéb érdekességgel, és nagyon szeretnénk belefűzni a hagyományőrzést. Fontosnak tartjuk, hogy ez belekerüljön. Zárásként az advent nyitó, igaz, hogy most zárásnak mondtam, de az adventi időszakot szoktuk megnyitni, szintén a Tájház udvarán, egy kicsit hangolódjanak az emberek erre az évvégi csodálatos ünnepre. A hagyományok éltetése szempontjából fontos, hogy a legifjabbak életében is jelen legyen a német nyelv és a szokások. A nemzetiségek hete során ez még nagyobb hangsúlyt kap a helyi óvodában is, ahova a képviselők is előszeretettel látogatnak el. Az óvodában oda szerettünk ellátogatni, ha tehetjük igazán, ha a munkaidőnk megengedi, hogy így mondjam, de természetesen az eszközöket meg egyéb segítséget nyújtunk ehhez. A tájház látogatottságát is minden évben egyszer ellátogatnak, az óvodások is, az iskolások is legtöbbször. Például tavaly év végén sikerült a Bonyhád iskolából jött 2 nap gyerekcsoport, elég sok gyermek érkezett, 80 fős volt az egyik csoport, 70 fős volt a másik csoport, és nagyon ők is a nemzetiségi héten belül tettek látogatást nálunk, nagyon meg voltak elégedve, Erzsi néni vezette őket, nagyon szerették, úgy magyarázott nekik, és olyan dolgokat mondott, amire a tanítónénik már felhívták a figyelmet, a gyerekek tudtak rá válaszolni azon a nyelven, azon az anyanyelven, és nagyon-nagyon tetszett nekik, hogy így
közelítették meg, tehát nem olyan monotonon elmondták, hanem egy kicsit bekapcsolták a gyerekeket. Tehát ez szerintem mindig fontos egy ilyen kontaktus teremtésben. Elsősorban őtőlük várjuk a hívószót, mert ők tudják fontosabban, pontosabban, hogy mire szeretnének most anyagi lehetőséget keresni, vagy találni nálunk, és természetesen az anyagi lehetőségek keretében igyekszünk egyenlő arányban segíteni úgy az iskolát, úgy az óvodát, akár a tánccsoportot, akár a Reichesheimi Baráti Egyesületet, akik tavalyi évben vendégül látták a partnerkapcsolatunkat, Reichesheim városát. A búcsú kapcsán voltak itt több napon keresztül, ebben segítettünk, az ő vendéglátásukban jobban mondva segítettük ezt az egyesületet. Az említett német településen kívül több külkapcsolattal is rendelkezik Nagymányok, amik többek között ahhoz is hozzájárulnak, hogy ne merüljenek feledésbe az adott népcsoport hagyományai. Tainz van Németországból, Jablonka, hát ő egy másik kapcsolat, de jobbára velük azért mi akkor aktívabban vagyunk ott német területen. Reichesheimmal talán kicsit jobban sikerült kiépíteni a kapcsolatot. Lehet, hogy köszönhető ennek a baráti egyesületnek ez a kapcsolat teremtése, keresik egymást, én úgy érzékelem, és nem csak mondják, hanem valóban jönnek, és a Reichesheimiak is jönnek ide, és a nagymányokiak is mennek Reichesheimba. Tehát, hogy kialakul, nem azt mondom, hogy minden évben, de keresik a kapcsolatokat is azt, hogy azért találkozhassanak is, és nyilván akkor itt bemutatják a környéket, a hagyományokat, és hát több mindenben így próbálnak programokat szervezni. A hagyományőrzés, ugyebár ez a fő eleme, amire talán így a német nemzetiségi fekteti jobban a hangsúlyt, hogy a hagyományokat, ha megőriztük, megtartjuk, hogyan tudjuk továbbadni, miként fogják fogadni, keres egy olyan felületet, ahogy a mai világban mondják. A felület az talán a gyerek, a felnövekvő nemzedék, és ezért talán jó is az egyesület, a tánccsoport, hogy a legkisebbtől a legnagyobbig, a felnőtt generációig megtalálod benne őket, és így talán van egy ilyen vonulata a dolognak, talán nem a legjobb szó rá, de ezt fontosnak tartom, hogy a kicsitől a legnagyobbig, és így akkor talán megmaradnak a hagyományok az itt helyben régen mondott, énekelt, táncolt és bevált szokások. És valóban Nagymányokon a település legkisebbjeinek és a felnőtteknek egyaránt van lehetősége arra, hogy a hagyományőrző egyesület tagjai legyenek. A Glück auf nagymányoki német hagyományőrzők nem csak a település rendezvényei mutatják meg magukat. Az elmúlt két év, vagy a korábbi két évben kicsit ritkábban ugye a pandémia miatt, de az elmúlt évben kezdett visszaállni a rend. Ilyen éves szinten én azt gondolom, ilyen 10-15 fellépésünk van, és ez főleg inkább ez a nyári időszakra tehető. Vannak óvodásaink, vannak mármint óvodás csoportunk, vannak ugye az iskolás gyerekek, ugye ők nem tagok még, 14 éves kortól tagok, a taglétszámunk az jelenleg olyan 76 fő körül van, ugye van egy énekkarunk is, ők az idősebbek, és akkor így egészülünk ki ketten egymással. A hagyományőrzés, ugye ez is van a célkitűzéseink között. Ez egyre nehezebb ugye a mai világban, itt ebben a rohanó és az informatika világában. Hála Istennek nekünk sikerült egyelőre még a gyerekeknek a figyelmét úgy fenntartani, és olyan programokat csinálni, gyerektáborokat csinálni, amiben úgymond magunkhoz tudjuk őket kötni, meg a magához, a hagyományhoz. És reméljük, hogy lesz, aki tovább viszi ezt, mert azért ez egy elég nehéz dolog lesz nekik is. Az egyesület legjelentősebb rendezvénye a búcsú, bor és strudel fesztivál, ahol az érdeklődők népviseletbe öltözött tagok előadásain keresztül találkozhatnak a hagyományokkal. Egyrészt van az a nagymányoki búcsús táncunk gyakorlatilag, ez a hagyomány része. Ugye a Nagymányokon azért a bor nyilván itt a hegyek vagy a dombok miatt ugye nyilván nem szexár, de azért nálunk is fontos. A strudel ugye az meg a rétes németül, és próbáltuk ezt az ételt, a szórakozást és az italt valahogy egybehozni. És ezt csináljuk, most lesz a 25. éve. A jubileumi évfordulóra gőzerővel készül az egyesület, amit a Nemzetiségi Önkormányzat is támogat. A Magyar Falu programban elnyert 6 millió forint biztosított lehetőséget a Teveli Önkéntes Tűzoltó Egyesület számára, hogy a település önkormányzatától kapott épületet felújítsák. A 32 fővel működő szervezet számára vizes blokk, konyha, raktár, karbantartótér, valamint egy oktatóterem került kialakításra, ahol a saját és utánpótlás képzése is zajlik majd a jövőben. A Teveli Önkéntes Tűzoltó Egyesület ünnepélyes keretek között adta át azt a tűzoltóházat, amelyet az önkormányzattól kaptak meg használatra, és a Magyar Falu programban elnyert összegből tudtak felújítani. Sikerült egy 6 milliós pályázatot nyerni, és egy helyi generál kivitelezővel, mert arra is törekszünk, hogy a helyi embereknek adjunk munkát elsősorban.
sikerült ezt így megvalósítani. Ezek voltak a fő terveink, amit most itt látnak. Egy kis raktár, ahol tűzoltófelszerelésünk nagy része van, bevetési ruhák, sisakok, különböző eszközök. Egy közösségi tér, ami egyben oktatóterem is, tehát az utánpótlásnak a nevelését azt majd itt szeretnénk ebbe a nagyobbik terembe megvalósítani. Ugyanakkor egy olyan közösségi tér is, ahol különböző rendezvényeket saját magunk megtarthatunk, csapatépítő jelleggel, tehát mert az nagyon fontos, hogy valami csak úgy működik én szerintem, amikor egy jó közösség van. Tehát csak a munkáról nem szólhat valami, a szórakozásnak is benne kell lenni. Egy nagyon jó kis vizes blokkot is sikerült még kialakítanunk. Tehát tulajdonképpen minden adott most már ahhoz, hogy normális körülmények között létezzen maga az egyesület. Eddig vándoroltunk innen, oda, onnan, ide, mindig kuncsorogtunk valakitől egy helyet. Most mi is tudunk adni bárkinek egy szép helyet, ha egy rendezvényt tud csinálni, és ezt nagyon-nagyon köszönjük a lehetőségnek, magának, hogy egyáltalán pályázhattunk ilyen kis egyesületként. Az alsó szinten egy garázs került kialakításra, amit karbantartó helyiségként is használunk. Szeretnénk majd egy utánfutót vásárolni, azt ott fogjuk majd tárolni, különböző eszközeinket ott tartjuk karban. Motoros fűrészeket, ágvágónk van, kisebb gépeink vannak már. Az egyesület az utánpótlás nevelésére nagy hangsúlyt fektet, amihez egy kitűnő helyszín lesz a felújított épület. Bővülünk folyamatosan, hála Istennek, vonzó maga a közösség is, és az utánpótlásról azt kell tudni, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk, mert tagjaink között van 3 pedagógus is. És az ő feladatuk éppen most föltérképezni azt a gyerekállományt, akiből megfelelő utánpótlás lehet nekünk rátermettségben. De azt meg kell mondanom, hogy az itt az egyesületben résztvevő tagok gyerekei automatikusan kerülnek be a tűzoltóságba. Ők minden rendezvényen itt vannak, jönnek a szülőkkel, tehát az nem is kérdés, hogy ők valamikor az utánpótlásunk gerincét fogják képezni. Az ünnepélyes szalagátvágást megelőzően a helyi plébános áldotta meg a tebeli tűzoltóházat. A Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója ünnepi beszédében hangsúlyozta, példaértékű, hogy 2019-ben újjáé lett a tebeli önkéntes tűzoltó egyesület, és ez mekkora fejlődésen ment át az elmúlt időben. Olyan hatalmas fejlődésen ment, és olyan ütemű fejlődésen ment keresztül, amire úgy fogalmaztam, hogy példaértékű, és egyben példátlan is Tolnavár megyében. Hiszen mintegy 25 egyesülettel van a hivatásos tűzoltóparancsnokságnak együttműködési megállapodása, köztük Tevellel is, ráadásul Tevelnek 2020 márciusától már egy kettes típusú együttműködési, második kategóris együttműködési megállapodása, ami azt jelenti, hogy beavatkozó személyzettel is rendelkezik, több mint 26-an tett eddig már a szakfeladat ellátására 40 órás tűzoltó alaptanfolyami vizsgát és végzettséget szereztek, segíteni a hivatásos egységek munkáját. Ez borzasztó nagy teljesítmény, és nagy teljesítmény az, amit az eddigi pályázatokkal mind a tűzoltó élettér megteremtésére, lásd ez a helyiség, mind pedig a felszerelésük fejlesztésére, egyáltalán az egyesületi munkának a biztosítására fektettek. Az épületet a település önkormányzatától kapta az egyesület, a munkálatokat pedig egy helyi generálkivitelező végezte el. Két oldali a dolog nagyon, mert természetesen az önkormányzat számára nagyon fontos minden civil szervezet. Az önkéntes tűzoltó egyesület viszont ugye egy olyan egyesület, ami a katasztrófa helyzetben is a település szolgálja. Úgyhogy nagyon fontos nekünk, hogy az egyesület az éljen, működjön, illetve fejlődjön folyamatában. Az erőnkhöz képest minden eszközzel, tehát anyagilag is, meg fizikális segítséggel, meg ugye, hogy ezt az iroda vagy épületrészt odaadtuk nekik használatra, természetesen ingyen is bérmentve. Ez az iparos házként van nyilvántartva a településünkön, kívülről már meg lett újítva pár évvel ezelőtt, viszont ez itt a majdnem mondhatjuk falu központban, főút mellett helyezkedik el, és úgy gondoltuk, hogy egy méltó egyesületnek vagy méltó cégnek adnánk oda, és a tűzoltó egyesületet szavazta meg a testület erre a célra. A szervezet tűzoltóinak további oktatására, a csapatépítésére, valamint az utánpótlás nevelésére is alkalmas lesz a tűzoltóház Tevelen. Az elmúlt év nehézségek ellenére sikeres volt Aparhanton.
Azok a fejlesztések, amelyeket a település vezetése betervezett, elkészültek, így többek között több utcai és a védőnői szolgálat is korszerűsödhetett, elsősorban a Magyar Falu programnak köszönhetően. Amennyiben a források újra rendelkezésre állnak, a megkezdett munkát folytatná a helyi önkormányzat. Nehéz évünk volt, foglalta össze az elmúlt időszakot Dávid Tímea, a Parhant polgármestere. De ennek ellenére azt mondhatom, sikeres is, hiszen a terveink nagy része mára a megújult utcákban, az elkészült és korszerű ingatlanokban köszön vissza. Több magyar falu programos és egy belügyminisztériumos pályázatunk volt folyamatban, így a Petőfi utca járda felújítása, a József Attila utca felújítása, az Apari Kálvária, az orvosi rendelő eszközfejlesztése és a védőnői szolgálat felújítása. Hál' Istennek a tekintetben szerencsések vagyunk, hogy az áremelkedések ellenére is meg tudtuk valósítani ezeket a beruházásokat. Le is zártuk fizikailag őket, a szükséges önerőt hozzátette az önkormányzatunk, úgyhogy az idei évben ezeknek már csak az adminisztrációs, tehát az elszámolási feladatai vannak hátra. Ehhez a csomaghoz nagyságrendileg 105 millió forintos támogatásra volt szüksége a település vezetésének. Nyilván az idei évben a jelenlegi körülményeket ismerve nehezebb lesz a helyzet. Az energiaárak emelkedése itt is az intézményi működés újragondolását eredményezte. A művelődési házunk, illetve az IKSZT-t, mint közösségi tereket bezártuk, tehát arra koncentrálunk, hogy az óvodánk, illetve itt az önkormányzat működjön, úgyhogy igen, a kulturális intézmények zártak. Úgy futunk neki, hogy a legfőbb feladatunk nyilván a megemelkedett rezsiáraknak a kigazdálkodása lesz, úgyhogy takarékos gazdálkodást fogunk folytatni, és azt gondolom, hogy a hátrányos helyzetűeknek a megsegítésén is dolgoznunk kell ebben az évben. Nyilván figyelni fogjuk a fejlesztési lehetőségeket, így a Magyar Falu program, vagy akár a belügyminisztériumnak a pályázati kiírásait, és egyébként 3 pályázat elbírálását várjuk, úgyhogy a TOP pluszban pályáztunk a művelődési ház, a sportöltöző felújítására, valamint a Vörösmart és József Attila utcáknak a felújítására. A Parhant azon kevés kis települések közé tartozik, ahol még működik általános iskola, amit a helyiek nagy kincsnek tekintenek. Az iskolánk jelenleg működik, igyekszünk az önkormányzat támogatni, amiben csak tudjuk, mert hát szeretnénk, hogyha továbbra is az aparhantiak és a környező települések ide iratnák be a gyermekeiket, hiszen sajnos egyre alacsonyabb létszámmal működik, és szeretnénk, ha jövőben is fennmaradna, hiszen egy falunak a jövőjét az biztosítja, amíg van óvodája és iskolája. A település ünnepeinek megszervezésében a helyi önkormányzat nagyban támaszkodik, az itt működő civil, elsősorban nemzetiségi önkormányzatok segítségére. Az idei évben is szeretnénk kulturális programokkal színesíteni a falu életét, továbbra is szeretnénk a civil egyesületekkel, így a sportegyesülettel, illetve a tűzoltókkal is együttműködni, illetve a nemzetiségi önkormányzatokkal. Alapvetően az egyesületeknek az önkormányzat nyújt segítséget, hiszen ott is azért emelkedtek például a sportöltözőnek a rezsiköltsége, tehát igyekszünk támogatni a még működő sportegyesületünket. A nemzetiségi önkormányzatokkal pedig annyiban, hogy amikor egy közös program van, akkor az anyagi forrásainkat egyesítve próbálunk színvonalos programokat megvalósítani. Azt tapasztalom, hogy talán a Székely Egyesület lenne jó, hogyha esetleg létrejönne, vagy valaki ezt jobban felkarolná, és ezzel foglalkozna. Az aparhanti önkormányzat még dolgozik a 2023-as költségvetés előkészítésén, amiben a legfőbb cél az intézmények működésének fenntartása, a kötelező feladatok ellátása. A településen az is hír, hogy február 1-jével új plébános kezdte meg a szolgálatát. Köszönöm mai figyelmüket, viszontlátásra!